Csütörtök délután megtartották a szezon első edzését a nyíregyházi tekézők. Amatőr csapatról lévén szó, munkahelyi elfoglaltság miatt akadtak hiányzók, de az elmúlt bajnokságban 9. helyen végző együttes valamennyi tagja ott lesz majd az első hivatalos mérkőzésen. Senki sem távozott tehát, viszont érkezett két új játékos, Éliás Gábor egy hosszabb kihagyást követően tért vissza, Szlovenszky Attila pedig az NB3-as csapattól került fel a legjobbak közé. Minden évben így szoktuk kezdeni július közepén az edzéseket. Azt lehet mondani, hogy az utolsó héten majd, augusztus 27-én a Sáris kupán veszünk majd részt, most már hagyományoknak megfelelően a szlovákiai nagysároson, és akkorra már fel kell, hogy pörögjön ez a csapat. Bízunk benne, hogy ez a bő egy hónapnyi edzés lehetőség, ami heti két alkalmat jelent, itt a kett csütörtököket foglalja ezt magába, ez mindenképpen elég lesz majd, mint ahogy azt lehet mondani, az előző években is sikerült mindig utolérni magunkat az utolsó előtti hétre. A csapat legrutinosabb játékosa, Szlovenszky Tibor az elmúlt szezonban mind a hazai eredményeket, mind az idegenbeli faátlagot tekintve a legjobb nyíregyházi tekézőnek bizonyult. Az előttünk álló szezonban is tőle várják a legtöbbet, de elmondása szerint ez egyáltalán nem jelent terhet számára. Minden év ugyanúgy kezdődik, szeretnék a csapat legjobb lenni. Természetesen nem azt jelenti, hogy ugye az ember most önmagára gondol, hanem ha én egyéniben jó vagyok, akkor a csapat számára is jó vagyok. A Superliga szeptember első szombatján rajtol 12 csapattal. A nyíregyháziak célja a biztos bennmaradás, és ha minden a terveik szerint alakul, szeretnének előrébb lépni a legutóbbi 9. helynél. Az NTK a megszokott októberi időpont helyett ezúttal augusztus első hétvégén rendezi meg a Kárpát-kupát, amelyen a hazaiak mellett a szerbiai Magyar Kanizsa, a szlovákiai Nagysáros és a romániai Marosvásárhely játékosai lépnek majd dobóállásba.